Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Hírmix, az Ultrahang hír összefoglaló műsora. A mikrofonnál Király Tamás, 2022. szeptember 6-a kedd van, és azonnal jövök a legfrissebb hírekkel. Előtte viszont mindenkit arra kérnék, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Továbbá örömmel fogadjuk a támogatásaikat a képernyő látható bankszámla számon és PayPal-on keresztül, és kérjük, hogyha támogatnak minket, akkor regisztráljanak a videó leírásában található űrlapon, ugyanis akkor virtuális ajándékokkal kedveskedünk, többek között a pénteki ajkai közönség találkozunk vágatlan felvételével. Továbbá örömmel jelentem, hogy már lehet előrendelni Nógrádi Györgynek a legújabb könyvét, ami a német kancellárokról szól. Szeptember 27-én fogja Nógrádi György ezeket dedikálni, az addig beérkező rendeléseket pedig a szeptember 27-i dedikálást követően pár napon belül ki is szállítjuk. Erről is találnak részleteket és információkat a videó található leírásban. És akkor most jöjjenek a hírek. A Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov szerint Oroszországnak van miről beszélnie az ukrán elnökkel, annak ellenére is, hogy Zelenszkij kijelentette, nem hajlandó békés módon rendezni a helyzetet, ezt közölte a Rosszia 1 TV csatorna egyik műsorában a szóvivő. Arra a kérdésre, hogy a beszélgetés során milyen témákat vitatna meg a két fél, Dmitrij Peszkov azt felelte, természetesen az orosz feltételek teljesítés. Oroszország követelései továbbra is teljes mértékben változatlanok, a különleges katonai hadművelet pedig pontosan a terveknek megfelelően halad, ezért semmi kétsége afelől, hogy minden céljukat el fogják érni, hangsúlyozta Dmitrij Peszkov. Aztán Mihajlo Podolyak, aki az ukrán elnöki tanácsadó, felszólítást intézett az oroszok által megszállt ukrán területek, valamint a Krimfélsziget lakóihoz, miszerint haladéktalanul kezdjenek el betározni az ivó vízből, és keresenek bombabiztos óvóhelyeket. Arra kérjük a megszállt területek, köztük a Krimfélsziget lakóit, hogy kövessék a tisztviselők ajánlásait a megszállás megszüntetésére irányuló intézkedések során, nevezetesen, hogy készítsenek bombabiztos óvóhelyeket, halmozzanak fel elegendő mennyiségű vizet, és töltsék fel energiatárolóikat, minden Ukrajna lesz, írta a Twitteren közzétett bejegyzésében. Joe Biden pedig nem tartja szükségesnek Oroszország felvételét a terrorizmus támogató országok listájára. Biden arra a kérdésre, hogy Oroszországot fel kell-e venni a terrorizmust támogató országok listájára, nemmel válaszolt, ezt a Fehérház tudósítója Jeff Mason közölte. A TASZ orosz állami hírügynökség arra emlékeztet, hogy július 27-én az Egyesült Államok Kongresszusának szenátusa határozatot fogadott el, amelyben felszólította a külügyminisztériumot, hogy ismerje el Oroszországot a terrorizmus állami támogatójaként. A dokumentumban a csecsenföldi, grúziai, szíriai és ukrajnai eseményeket nevezik meg a döntés okának. Oroszország pedig Kim Jong-untól vásárol rakétákat és tüzérségi lövedékeket, legalábbis az amerikai hírszerzés szerint az orosz védelmi minisztérium több millió rakétást és tüzérségi lövedéket vásárol Észak-Koreától az Ukrajnában folyó harchoz. Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerint az a tény, hogy Oroszország a világtól elszigetelt Észak-Korea államhoz fordul segítségért, annak a jele, hogy az orosz hadsereg súlyos ellátási hiányosságok küzd Ukrajnában, részben az export ellenőrzés, részben pedig a szankciók miatt. A Fehérháza múlt héten közölte, hogy Oroszországnak technikai problémái adódtak Ukrajnában az iráni gyártmányú drónokkal, amelyeket augusztusban Teherántól szerzett be. Fennyen igyekszik szorosabbra fűzni a kapcsolatát Oroszországgal, miközben az Egyesült Államokat hibáztatja az ukrajnai válságért, a nyugatot pedig elítélte a hegemon politikája miatt, amely szerint igazolja Oroszország katonai fellépését Ukrajnában, hogy megvédje magát. Olaf Scholz német kancellár elutasította Gyenis Mihály ukrán miniszterelnök további nehéz fegyverek beszerzésére irányuló kérését, írja az ukrán European Pravda. A hírportál szerint a Die Welt című német lap ukrán kormányzati körökből értesült erről. Konkrétan a legmodernebb Leopard 2 harckocsik leszállításáról volt szó. Scholz állítólag soha nem ígért ilyen szállításokat, csupán általános és nem konkrét beszélgetést folytatott Mihállal a témában.
van. A kancellár egyáltalán nem mutatott hajlandóságot arra, hogy változtasson a tankok szállítására vonatkozó álláspontján, közölte a Die Welt forrása. A lap megkeresésére a Scholz kormány úgy reagált, hogy nem hagynak fel Ukrajna katonai, politikai, pénzügyi és humanitárius támogatásával. Szmijel németországi látogatása előtt felszólította a szövetségi kormányt, hogy küldjön harckocsikat az ukrán hadseregnek az orosz támadók visszaszorítása érdekében. Itt jegyezném meg, hogy a hét elején Stier Gáborral és Hidegkúti Konstantinnal, a Moszkva tér munkatársaival beszélgettünk arról, hogy mintha Európában is kezdene megváltozni a közhangulat. A hétvégén Prágában volt egy tüntetés, amelynek a résztvevőinek létszámát 70 ezer és 100 ezer környékire becsülték, és itt is többek között az ukrán támogatás miatt tiltakoztak. Németországban is voltak igaz kisebb mértékű tüntetések, ugyanakkor közvéleménykutatási adatokból egyértelműen látszik azt, hogy Közép- és Nyugat-Európának az állampolgárai egyre inkább megfogalmaznak kritikákat, akár a fegyverszállításokkal kapcsolatban, akár a pénzügyi támogatásokkal kapcsolatban. És ha van egy ilyen nyomás a kormányokon, és ne felejtsük el, hogy Olaszországban pár hét múlva választások lesznek, és mindenki azt mondja, hogy a jobb oldal fog győzni, akik egyébként szintén eléggé kritikusak. Emlékezhetünk arra, ezt a hírt meg is keresem, de Matteo Salvini, aki egyik fontos szereplője az olasz politikának, ő mondja azt, hogy vissza kellene fizetni a szankciók miatti károkat az Európai Uniónak. Szóval egyre inkább vannak ilyen hangok, és ha kiderül az, hogy a politikai népszerűségben is mérhető változások lesznek, akkor az sok mindent megváltoztathat. Emlékezhetünk arra, hogy Annalena Baerbock, aki jelenleg ugye Németországnak a külügyminisztere és egy zöld politikus, ő azt mondta, hogy nem igazán érdekli azt sem, ha elveszítik a választást, akkor is Ukrajna pártján fog állni, de ezek a moralizálások nem feltétlenül vezetnek előre a különböző politikai rendszerekben, és azért tudjuk azt, hogy általában mindenki szeretné megnyerni a különböző választásokat, és hogyha már úgy érzik, hogy a belpolitikai hatás is érvényesül negatív irányba, akkor lehet arra számítani egyébként, hogy máshogy lesznek a fegyverszállítások. A kivétel szerintem ebből a szempontból az Egyesült Államok és Joe Bidennek a csapata, hiszen az USA azért nyilván messze van Európától, illetve látjuk azt, hogy a szankcióknak a negatív hatásai, mintha az Egyesült Államokat gazdaságilag azért annyira nem érintenék, bár az adóemelések és infláció közepette nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy miért küldenek fegyvereket Ukrajnába, vagy miért biztosítanak támogatásokat, de azért minden nehézséggel együtt az USA például az energetikai válságból máshogy részesedik. És nagy kérdés, hogyha például a félidős választásokat elbukják a demokraták, akkor Bidennek kell valami téma, amivel foglalkozhat, és az orosz-ukrán háború erre egy jó terep lehet. Pont Jero Petrisszal, aki ugye Amerika szakértő, egy-két hete beszélgettünk arról, hogy ennek a forgatókönyvnek az esetén nem biztos, hogy annyira jó, ha a demokrata párt súlyos vereséget szenved, hiszen ha még inkább Európával kezdenek el foglalkozni, az akár komoly aggályokat is felvethet. És közben megtaláltam a Matteo Salvini nyilatkozatát is. A Liga vezetője szerint eltelt néhány hónap, és a gázszámla megháromszorozódott, Oroszország kasszája pedig feltöltődött. Az Európai Unió hatóságainak vissza kellene téríteniük az olaszoknak az orosz ellenes szankciók bevezetése miatt felmerült költségeket, ezt mondta Matteo Salvini, az olasz Liga párt vezetője. Azt kérjük, hogy Európa, mint a Covid esetében is állítson fel egy pajzsot, hogy fedezze a családok által különfizetett számlákat, különben szeptemberben 1 millió munkahelyet kockáztatunk, ezt mondta Salvini az olasz RTL műsorában. A Liga vezetője, amelynek a jobb-közép koalíció részeként van esélye megnyerni a szeptember 25-i választásokat, hangsúlyozta, hogy támogatja a szankciók folytatását, de nem tartja azokat hatékonynak. Eltelt néhány hónap, és a gázszámla megháromszorozódott, mondta a politikus, hozzátéve, hogy az ukrajnai válság folytatódik, és Oroszország kasszája feltöltődik. Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök jóvá hagyta Oroszország új külpolitikai doktrináját, amely az orosz világ fogalmán alapul, egy olyan elképzelésen, amelyet a konzervatív ideológusok arra használtak, hogy igazolják a külföldi beavatkozást az orosz ajkúak támogatására, írja a Reuters. A 31 oldalas dokumentum, amelyet több mint 6 hónappal az ukrajnai háború után tettek közé, azt állítja, hogy Oroszországnak meg kell védenie
meg kell őriznie, és előtérbe kell helyeznie az Orosz Föderáció hagyományait és eszméit. A doktrina olyan az orosz politikával és vallással kapcsolatos gondolatokat rögzít, amelyeket egyes keményvonalas politikus arra használtak és használnak, hogy igazolják Moszkva ukrajnai háborúját és az orosz barát szakadárok támogatását. Oroszországnak a külföldön élő honfitársaihoz fűződő kapcsolatai lehetővé teszik, hogy a nemzetközi szintéren megerősítse a többpólusú világ megteremtésére törekvő demokratikus országról alkotott képét, olvasható a dokumentumban. Putyin évek óta hangoztatja, hogy szerinte tragikus sorsra jutott az a mintegy 25 millió orosz, akik a Szovjetunió 1991-es összeomlásakor, amelyet geopolitikai katasztrófának nevezett, Oroszországon kívül újonnan függetlenné vált államokban találták magukat. És ezzel együtt pedig Szergej Lavrov Oroszország külügyminisztere is tett egy a mostani doktrínával párhuzamba állítható nyilatkozatot. Az orosz külügyminiszter nemrégiben úgy fogalmazott, hogy Moldova hagyja békén az általa el nem ismert Nyeszter-menti köztársaságban állomásozó orosz csapatokat, máskülönben kemény katonai válaszcsapásra számíthat, írja az Index. Moldova keleti orosz barát szakadárok ellenőrizte térségében már több mint 30 éve a Szovjetunió széthullása óta állomásoznak orosz egységek. Nem sokkal korábban az orosz külügyek irányítója azzal vádolta meg a moldovai államfőt, hogy egyáltalán nem törekszik a Nyeszter-menti köztársaság helyzetének tárgyalagos rendezésére. Szergej Lavrov szerint Maja Sandu elnökasszony az USA és az Európai Unió kottájából játszik, aminek nyomán úgy tűnik, nincs napirenden a párbeszéd a térség problémáinak rendezésére. Hogy szándékában áll-e Oroszországnak megtámadni Moldovát, az egy nagyon nagy kérdés, és ezzel kapcsolatban mindenképp tervezek majd a héten szakértői beszélgetéseket. Franciaország növeli a gázszállításait Németországnak, amely cserébe elektromos áramot szolgáltat, amennyiben az energiaválság miatt arra szükség lenne télen, jelentette be Emmanuel Macron hétfőn. Meg fogjuk oldani a gázcsatlakozásokat, hogy gázt tudjunk szállítani Németországba, amennyiben szükség lesz szolidaritásra, Németország pedig még több elektromos áramot fog termelni, és nekünk szolgáltatni a csúcsidőkben, ezt mondta a hivatalában tartott sajtótájékoztatóján a francia államfő, miután videókonferencia megbeszélést folytatott Olaf Scholz német kancellárral. Emmanuel Macron emlékeztetett arra, hogy Franciaországban sikerült elkerülni a lakossági energiaárak jelentősebb emelkedését. Franciaország az egyik olyan európai ország, amely a legjobban megvédte a háztartásokat, valamint a kis- és középvállalkozásokat. Számos ország most hoz a mieinkhez hasonló intézkedéseket, hangsúlyozta. A francia gazdasági tárca múlt héten közzétett adatai szerint az energiaárak korlátozására az állam az elmúlt egy évben 24 milliárd eurót költött, ebből 16,5 milliárdot a lakossági energiaárak befagyasztására és 7,5 milliárd eurót az üzemanyagárakra nyújtott kedvezményre, ezt írja Mandiner. Az IMF, azaz a Nemzetközi Valuta Alap viszont megtalálta a megoldást a válság kezelésére. Szerintük az Európai Uniónak új pénzügyi alapra van szüksége, amely segítene kezelni a tagállamok visszaeséseit és fizetni a zöld beruházásokat, miközben a növekvő gazdasági kilátások romlása közepette a blokk költségvetési irányvonalainak sürgős felülvizsgálatára szólított fel, ezt írja a Financial Times. Figyelmeztetve arra, hogy az unió jelenlegi gazdasági kerete kudarcot vallott a költségvetési kockázatok megfékezésének alapvető feladatában, az IMF azt javasolja, hogy az EU-nak új költségvetési kapacitást kell létrehoznia, amelyet közös adósságkibocsátásból és új bevételi forrásokból finanszíroznak a COVID-19 ideiglenes 800 milliárd eurós gazdaságélénkítési alap tapasztalataidra építve. Az IMF javaslata szerint ez az Európai Unió költségvetéseinek szabályainak felülvizsgálatát egészítené ki annak érdekében, hogy a gazdasági válságok kezeléséhez szükséges nagyobb rugalmasság mellett szilárdabb államháztartást biztosítson. Az EU költségvetési keretének reformja nem várhat, írt a hétfőn közzétett dokumentumában az IMF. Megjegyezték, a már most is magas adósságszint mellett többszörös, példátlan sok hatás nehezíti a költségvetési politika végrehajtását. A kamatlábak emelkednek, a monetáris politika normalizálása pedig gyors ütemben folytatódik. Az Európai Uniónak olyan megújított költségvetési
közlekedési szabályokra van szüksége, amelyek szükség esetén rugalmasságot biztosítanak a határozott és gyors politikához, de nem veszélyeztetik az államháztartás fenntarthatóságát, olvasható az IMF közleményében. Hozzátették, rendkívül fontos, hogy elkerüljük az adósságválságokat, amelyeknek nagy destabilizációs hatásai lehetnek, és magát az EU-t is veszélybe sodorhatják. Ehhez nagyobb költségvetési pufferek kiépítésére lesz szükség a normális időkben. Ugye nagyon érdekes, hogy az Európai Unió ebben a pillanatban is feltartóztatja a Magyarországnak járó költségvetési forrásokat, különböző jogállamisági dolgokra hivatkozva, és pont a napokban emlékeztetett arra Földi László, aki nálunk nyilatkozott, hogy hát azért a magyarok is egyrészt befizetnek a költségvetésbe, másrészt lemondtunk a piacunknak egy csomó részéről, harmadrészt a külföldi tulajdonú multik rendkívül jó adókedvezményekkel, beruházásokkal, kiemelt kormányzati beruházásokról abszolút nyernek azon, hogy Magyarország tagja az Európai Uniónak. Most, amikor probléma van, akkor az IMF egyből arra sarkalja az EU-t, hogy közösen vegyenek fel hitelt, nyilvánvalóan azoktól a pénzügyi szervezetektől, amelyeket ők preferálnak. És itt merül fel a kérdés, hogy ugye korábban is láttuk azt, hogy a Covid-nál bejelentettek egy ilyen hitellel összekötött mentőcsomagot, abból is kizárták a magyarokat, majd egyébként Magyarország kedvezőbb hitelkonstrukciókat szerzett a piacon, és kedvezőbb feltételek mellett jutott ilyen hitelhez. Ugye nagy kérdés, hogy mi lesz az Európai Unió jövője, és hogy a közös eladósodás az mennyire tetézi ezeket a problémákat, és tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy ne lépjünk ki az Európai Unióból, és mindig felsorolják a pozitívumokat, azt azért halkan teszem hozzá, hogy minél több a közös adósság, annál nehezebb is a kapcsolatot, vagy a szövetséget akár megreformálni, akár megszakítani. Ugye Olaszországnak a példáját szokta Szomráki Béla mindig nagyon részletesen elmagyarázni itt nálunk is, hogy olyan mértékben adósodtak el az úgynevezett Recovery Fund-dal, aminek köszönhetően még az unokák is majd azt a hitelt fogják visszafizetni. Aztán egy érdekes hír az ukrán külügytől, amire Georg Spötle is reagált ma nálunk. Az ukrán külügyminisztérium szóvivője reagált Szijjártó Péter azon kijelentésére, miszerint az orosz-ukrán háború meggyengítette Európát és az Európai Uniót. Az ukrán külügy szerint Budapest az, ami folyamatos ellenállásával megbontja az EU egységét. Szijjártó szerint őszintén ki kell mondani az igazságot, az EU vezetői nem tudták elérni, hogy ne az uniós lakosság fizessen rá az orosz háborúra. Az ukrán külügyi tárca erre azt felelte, hogy az ukránok saját életükkel fizetnek, hogy Európa többi részén ne legyen háború. Sőt, a szóvivő szerint a magyar kormány azt hangoztatja, hogy a háborún kívül akar maradni, de közben állandóan azt sugallja, hogy mennyire aggódik a 150 ezer kárpátaljai magyarért, írja az orosz Interfax hírügynökség. A történelem mindent a helyére tesz, tankönyvekbe írják majd azoknak a nevét, akik a jó és a rossz oldalán álltak, mondta Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője. Liz Truss külügyminisztert választották meg a kormányzó brit konzervatív párt új vezetőjének, így ő lesz a következő brit kormányfő, írja a Guardian. Truss az Egyesült Királyság harmadik női miniszterelnöke, Margaret Thatcher és Theresa May után. A távozó kormányfő Boris Johnson 2019 óta volt a poszton, és júliusban mondott le. A párt az új vezetőt hozzávetőleg 160 ezer tagja választotta meg postai, illetve elektronikus úton. Az eredményt Sir Graham Brady, a konzervatív párt vezető választásainak megszervezéséért is felelős frakciótestület, az 1922 bizottság elnöke hirdette ki. Truss egyébként ma fogja fogadni a skóciai rezidenciáján II. Erzsébet királynő, ahol hivatalosan is kinevezi kormányfőnek. Az alsóházba 2010-ben beválasztott Truss eddig egyszerre látta el a külügyminiszter, valamint a nőügyi és esélyegyenlőségi államtitkári posztot, de foglalkozott már környezetvédelmi, pénzügyi és külgazdasági témákkal is. 2016-ban még azt mondta, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia az Európai Unió tagja maradna, mert az unió segít abban, hogy a gyerekek egészséges környezetben nőhessenek fel. 2017-ben viszont már arról beszélt, hogy a Brexit mégsem járt olyan hátrányokkal, mint amilyenekre számítottak, viszont hozott több új lehetőséget.
Az eleinte liberális demokrata Truss 21 évesen lépett be a konzervatív pártba, és szüleit úgy írta le, mint akik még a munkáspárttól is balra állnak. Truss szereti magát Margaret Thatcher követőjeként feltüntetni, és már korábban is emlegették Johnson lehetséges utódjaként. Bár eredetileg tucatnyian indultak a kormányfői posztért, a brit alsóház konzervatív tagjai között tartott szavazások során kettőre csökkent a Johnson székére pályázók száma. Truss mellett Rishi Sunak volt pénzügyminiszter maradt versenyben, aki július közepéig favoritnak számított, ám utána riválisa megelőzte, és az eredmény kihirdetésének napjára a fogadóirodák már csak mindössze 2% esélyt adtak arra, hogy Sunak lesz a befutó. A hivatalos eredmény szerint Truss 81.326-ot, Sunak pedig 60.399 szavazatot kapott. Hogy milyen lesz Liz Truss miniszterelnökként, illetve mi várható a politikában, azt a következő időszakban megtudjuk. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyébként elég bizakodó volt. Ő azt mondta, hogy külügyminiszterként rendkívül jó kapcsolatot ápolt Liz Truss-szal, és emlékezhetünk, hogy a még külügyminiszter korábban azt mondta, hogy ha kell, akkor ő megnyomja az atomgombot. Ezt a mondatát is sokan sokféleképpen értelmezték. Ugyanakkor pont itt az Ultrahang csatornáján volt egy kommentelő, aki felhívta a figyelmet arra, és én azért részben el tudom fogadni ezt az érvelést, hogy ha esetleg az ő országuk tényleg közvetlen életveszélybe kerülne, vagy hogyha valami olyan történne, akkor bizony ez a jó válasz a külügyminiszter asszonytól, aki azóta már miniszterelnök asszony. Hát én azért remélem, hogy senki nem nyom majd semmilyen atomgombot. Minden esetre azt is látjuk, hogy egy eltökélt politikusról van szó. Kíváncsian várom egyébként, hogy Liz Truss egy rövid fejezet lesz Nagy-Britannia életében, vagy esetleg egy hosszantartó korszak fűződik majd a nevéhez. Boris Johnsonnal is ugyanez volt, mindenki azt várta, hogy na majd ő bebetonozza a hatalmát, aztán máshogy alakult az élet, hát 3 évig, ugye 2019 júniusától mostanig vezette Nagy-Britanniát Boris Johnson, és hát elég csúfos az ő távozása, nem erre lehetett számítani. Minden esetre most itt van Liz Truss, ő kapja a következő lehetőséget, hogy bizonyítson, kíváncsian figyeljük, hogy mi is lesz ebből. Öngyilkos merénylő robbantott robbanószerkezetet a kabuli orosz nagykövetség bejáratánál, az afgán rendőrség szerint több halálos áldozatot követelve. A merénylőt tálibőrök lelőtték, miközben a nagykövetség kapujához közeledett, de a jelentések szerint a robbanószerkezetek így is felrobbantak. Mielőtt elérte volna a célpontot az öngyilkos merénylő, felismerték és lelőtték az orosz nagykövetség tálibőrei. Ezt mondta el a Reutersnek annak a rendőrség körzetnek a vezetője, ahol a támadás történt. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy a nagykövetség 2 munkatársa meghalt a robbanásban. A minisztérium közleményében azt írta, hogy a robbanás az orosz nagykövetség kabuli konzuli részlegének bejáratának közvetlen közelében történt. Egy ismeretlen fegyveres robbanó szerkezetet hozott működésbe, áll a közleményben. A támadás következtében a diplomáciai képviselet 2 tagja meghalt, és vannak áldozatok az afgán állampolgárok között is. A támadásban legalább 1 civil meghalt, és legalább 10 másik megsebesült, közölte Khalid Zadran kabuli rendőrfőnök szóvivő. Zadran elmondta, hogy az esetet vizsgálják. A RIA Novosztja állami hírügynökség jelentése szerint a robbanás akkor történt, amikor egy orosz diplomata kijött a kinti sorban álló emberekhez, hogy a vízumkérelmezők neveit kiállítsa. A támadásért nem vállaltak azonnali felelősséget. Oroszország azon kevés országok egyike, amelyek fenntartották nagykövetségüket Kabulban, miután a tálibok tavaly az amerikai kiürítés közepette átvették az irányítást Afganisztánban. Moszkva hivatalosan nem ismeri el a tálibokat afganisztáni kormányként, de orosz tisztviselők tárgyalásokat folytattak egy megállapodásról, amely szerint benzint és más árucikkeket szállítanak. Ezek voltak a mai hírek, én nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet, további szép napot kívánok, viszont hallásra!